kossuth belső teljes megújítására készítette el diplomatervét Plébán Lívia fiatal építész. A sátoron helyi lány olyan sikeres tervet készített benne egy sportcsarnokkal és a megmaradt tér megfelelő kihasználásával, hogy egyetemi tanárai javasolták, mérettesse meg tervét egy versenyen is. Az építész fórum szakmai internetes oldal hirdet pályázatot minden esztendőben azért, hogy a kortárs magyar építészet legfrissebb alkotásaira felhívják a figyelmet. A média építészeti díj finalistái között szerepel tehát a terv, amelyet, mint Lívia mondja, nagyban támogatott az is, hogy jól ismeri városát. Az tény, hogy sokkal egyszerűbb egy olyan helyre tervezni, ahova kötődik az ember, és tényleg nem csak az van, hogy na, akkor most ide tervezek valamit, hanem, ha nem tényleg, amikor sokkal jobban bele tudja vinni az ember a lelkét, meg tudja, hogy tényleg mik ott az igények, mik a hiányok, mire kéne odafigyelni. A zsűri végül az ő tervét nem juttatta ugyan tovább, de az, hogy a finalisták között szerepelhetett, mutatja, hogy TEF kategóriában megállja helyét a pályázata. A város maga is készített terveket a város belső megújítására, és nem kizárt, hogy Lívia terveinek egy-egy része is visszaköszön majd benne. Szép, szép lenne, hogyha tényleg valami meg tudna ebből ö, valósulni, de, de tényleg az, ez az egész diplomatárba akkor tudna szép lenne, hogyha az egész minden megvalósulna, amit terveztem, ami azért egy óriási beruházás lenne. A fiatal építész most a gyakorlati időkorán sem egyszerű útját kezdte el, ki tudja, néhány évvel később tervei itt-ott visszaköszönnek ránk, akár itt szülővárosában, akár az ország más pontjain. A fiatal építész most a gyakorlati időkorán sem egyszerű útját kezdte el, ki tudja, néhány évvel később tervei itt-ott visszaköszönnek ránk, akár itt szülővárosában, akár az ország más pontjain.